Már viszik is. Meg is van. Olajbánya deliver. Jó, hát ezek a nyersanyag források, ha elfogynak, akkor kénytelenek vagyunk Ez a sziget, priorizálni. ez úgy van kitalálva, hogy itt külső helyekről kell hozni a cuccokat. Nagyon úgy néz Abszolút ki, nem? persze. Hát mindegyik szerintem, mert hogy minden nyersanyagod véges. Nincs végtelen nyersanyag a játékba. De van. Az előző pályán az arany. Jó, hát. Az végtelen volt, az a nagy torony. Nézd, itt elkezdték gyűjteni az aranyat legalább. Beszart. A dampolás megállt. Jó. Megkész. Akkor. Építeni kéne egy... Tényleg nézd már meg, hogy itt az új dámpolás, itt az az összekötő sin, ami van. Oda Igen. elfér még egy hajónak a cucca? Az ötlet jó, hogy nézzük meg. És akkor akár még egy hajót, de nem mi? Nagyon nézem. Hú, te. Nem fér el. Nem fog szerintem. De, ó, te. Nem fér el. Nem. Pedig majd meg kell vetni egy ötödik hajót is. Ha lesz itt még több is, szerintem. Így. Ja. Ne unatkozzanak azok a dámpoló teherautók. Nyomhatjátok itt neki. Jó, hát kialakul itt az ipari. Be, valamit megcsált a hajó. Ja, Oly, az olajtár olaj, olaj. minden. A húszat is rajta szorzót. Nyomok is, Vagy nem még lehet? egy upgrade-et kap. Az a 150 sárga, az nem olyan nagy kihívás szerintem, amit ne tudnának megoldani. Most már a vaslap kezd el elfogyni egyébként. De az inkább a szén probléma. Mindegy, mert amíg nincs elég olaj hozzá, hogy elhozzák a szenet az autók, addig az ugyanúgy gond. Hát de azt én most látom, összeborította az áramot is. Az előbb hirtelen piros volt. De most várja, hogy legyen elég nyers olaj. Még mindig nem Mindjárt tudja megy. folyamatosan, igen, az megy mindjárt, de ilyen éppen, hogy nem folyamatos, az még egy upgrade-et kap, és jó lesz. Ebbe kell a sárgát belegyártani, az meg idő lesz, főleg ha a vaslap belassul a szén miatt. Mert hogy... No. Mert hogy igen, és az a rézlapon... A rézlapon miért lassul be? Ha tele van rézzel, akkor nem tudja nem tudja a scrapet vassá se alakítani. Amiből nem lesz extra vaslap így. Hát igen. Amikor a minden mindennel összefügg játék van, akkor... Ezért a búzát még mindig nem tudja felhasználni, az a legkevesebb bajom, megmondom frankón. Ja. Az olyan nagyon nem izgat föl. Madárkaja. Elvileg van, mert most elvileg nem panaszkodik. Most nem panaszkodik, igen.
Üzemanyagra panaszkodik, de madárkajára nem. Jó, hát az üzemanyagot bedupláztuk, tehát, hogy ott azért... Hát igen. A sárga építőanyag, azt viszont meg lehet talán boostolni egy kis téglával. Mondjuk nem, mert a vas hiányzott neki. Na most már a tégla is. Mindegy. Valami mindig kell neki. Ja. Mekkora köcsögök. Ugye? Ja. Igazából annyi mindent akarunk egyszerre építeni, Mit hogy semmi akarnak? nem megy. Ez jó ötlet, hogy a sziget... Bővíthető meddővel, persze. Persze, hát ezzel lehet normál kikötőket építeni tulajdonképpen extrába. Megtöltötték a hajót sárgával. Igen? Aha, írja ott zölden. Olaj, fúró, torony, deliver. Én ezt akartam megfigyelni, hogy ez itt, ha leürül, addigra nem lesz elég szén. Tehát a Igen, szenet... ez 1440 kéne, hogy legyen benne. És marhára nem lesz annyi, mire kiürül, tehát nem tud folyamatosan menni. Ja. De elment érte, Hát látod? A másik hajó ment el érte. Jó, itt megy az upgrade, föl kell húzni utána, és akkor az szerintem már jobb lesz az olaj. Megint haldoklik a lakosság, már megint valami rohadt vírus van. Jó, egyelőre ennyit tudunk az olajért tenni hirtelen. Illetve hát ugye prióztuk az olajnak az üzemanyagát, hogy az tuti ne fogjon el, az látszik is, hogy van egy plusz tartály előtte, ami jó. Tankolni tudnak az autók itt, azzal nincsen probléma. Ahogy jön bele az üzemanyag, folyamatosan viszik is. Egyébként meg ki tudják tankolni a másikból is. Ja. Influenza egyébként, tehát az orvosi cuccra akar minket rányomni. Jó, akkor sem megyünk rá. Max a hullik, akkor megint gyarapítod a lakosságot, nem? Nyilván. Tekintve egy krumpli kenyér, az jól van. Tojás nincs. A kukorica zöldség az annyira nem jól van, de van. Hát itt átalakíthatom az egyik búzafarmot zöldségfarmá. Így. És akkor a zöldség megoldódik, és az, hogy túl sok a búza, az is. A favágó nem tud több fát vágni, ez is egy orvosolható problémakör jelenleg. Lassan nem. Hát azért még van ott fa. Hát igen. Meg még ott majd lent lesz. Ja. Meg itt még van középen is. Ja. Mert vasércet az bányásszuk, de abból nincsen új lelőhely. Ja, hát mármint, hogy van új lelőhely, de... Rohadt messze. Bányát hát nem láttam rá. Azt beszéltük, hogy a vasat áthelyezzük. Ha kátolod, és akkor kész.
Most úgyis ott takarítanak, elvileg ott vágják a fát. Ott már talán levágták. Itt már tiszta. Akkor jó. És azért ez a vonyarc vashegy itt jó lesz. Jó, mit upgrade-elünk éppen? Semmit? Ez jó. Semmit, mert hozzá kell a terrafloppos cucc. Ja, hogy úgy? Ja, semmit. Szén, az még... Azt nézem, hogy gyűlik-e. De nem látom. Mondjuk jött a hajó, de... De az, hogy jött a hajó, az nem azt jelenti, hogy elég lett a szén, amit Kábréder meg a kibányásznak. Szelet-szigetet. Igen, muszáj lesz. Itt 600, itt meg 450, na menjen a 450 piros. A 12 órázó fényves, az szíves. Hát ez, akkor te is befutottál a faszerdőben nyitott szája. Amúgy 8 órás a munkaidő, vagy mi? De hogy még mindig melóba vagy, értem. Jó, a szén nem elég, akármelyik széntározót nézem, nincsen benne. Úgyhogy reméljük, hogy ez javulni fog. Folyamatosabb a bejövettel a színnek, de ezért... Jaj, szünet van, értem. Én tartanék egy 4 órás szünetet, aztán hazamennék. Hát de nem. Jó, egyedül arra panaszkodik, hogy ugye nyers olaj fogy, de igazából az 20 ezer, tehát azt én kiixelem. Nem tudta az összes krumplit és búzát letárolni, jó, a búza az éppen most lett visszavéve, a krumplihoz meg nem nyúlunk. Nem, össze kell gyűjtenünk még azt a szénbányát, hogy tuti legyen. Az még jó sok hiányzik, az a 350 piros. Hát most már azt termeli, mert a fehér meg a sárga már maxon van. És akkor a pirosat tudja csinálni. Igen. Az egyiket be lehet boostolni a pirosból, szerintem. Vagy mi a sárgából. De folyamatosan egyébként a beton a kevés, tehát hogy a világ összes betongyártása nem elég a játéknak. Még jó, hogy a fát el lehet cserélni betonra. Ja. ...358 pirosat, mire legyárt, az idő lesz. Hát pedig van neki ott 119, csak bele kéne hordani. Szerintem az meg a másik gyáron van.
az ennek a gyár, itt van benne. Nem, nem ez Lab Equipment, akkor... Nem, az benn van a gyárban, csak nem értek még oda, hogy kihordják. Itt van 100 a raktárban, látod? Innen nem hordhatja el. Abból meg a lila készül. Néga eszembe jut Hofitól, ha én gazdag volnék című száma. Magyar utakra is kéne egy kis beton, mert mindenhol lyukak vannak. Hát csak az aszfalt kéne először, nem beton. Meg nem, először le kéne alapozni, és már az alapozást ellopják. Így van. Pedig láttam külföldön több országban is, hogy azért úgy kéne ám az utak alapozni, hogy 8 métert ástak lefele, annyit markódtak is, azt töltötték föl kővel, mindennel, rétegenként, hogy ne süllyedjen. Én láttam, a Magyarországon nem mennek le egy méter mélyre. Na jó, de hát annál ne várjuk el akkor, hogy elbírjon egy teherautót. Jaj, hát de nézd meg, hogyha csak azt nézed, hogy a Dubájnak a repterét, ahol fölleszállnak a repülők, egy éjszaka fölszedik az aszfaltot, meg újra is aszfaltozzák, hogy reggel ugyanúgy mehessen tovább a forgalom. Azért az kemény, nem? Igen. És azt egy éjszak alatt megcsinálják. Hát az a baj, Magyarországon... aranyat kéne finomítani, de nem merem lefinomítani az aranyat, mert attól félek, hogy az elviszi az építőanyagot az upgrade-ektől. A szenet, az áramot, úgy mindent. Most a szén, az legalább az újrafeldolgozóban most relatíve van. És ebből következik, hogy ha amúgy elhasználnánk a rézlapot, akkor a scrap menne ki, mert hogy itt az is probléma lehet, hogy egy idő után van ez az újrahasznosítási anyag, és ezt el kell vigyék a városból is. Fogják, ezt ma most ment a nagy dömper, ja nem? Tehát, hogy ennek itt azért így fognia kéne ennek az újrahasznosítható cuccnak, igencsak. Nem mellesleg a melléktermékkel rézlap, vaslap, meg üveg. Ja. A nagy dömper elvitte ott a ezért cuclit. Elvitt 180 szleget. Az oda basz. És az a dolga, nem? Igen. Azért megy ám a dámpolás. Ha most már haladunk előre felé, mert elkezdett befelé jönni valamennyi szén. Ugye azt megerősítjük, akkor azért jobb lesz valami. Végül is. Már csak 200 hiányzik, tehát több mint a fele megvan. Jó. Azért csinálja. Csak akkor van ciki, ha a vaslap is elfogy. Hát az még kell, hogy legyen. Ha a szén bejön, akkor már nem fogy el annyira a vaslap. Bármivel engedni a játék, hogy dumpolj. Jó formán. Nem. De aranyért cel lehetne. De finomított aranyjal nem. Nem tudom, ki lenne az az állat a valóságban, aki utakat építene arannyal. Ha Magyarországon megépítenek egy méteres szakaszt, azonnal rárepülnének a rómaiak, meg mindenki, még a magyar is, nem? Hát utoljára ilyen gondolatok max az asztékoknak lehettek. Ja. Na, hát én úgy látom, hogy a bejövő nyersolaj az jó lett. Mert hogy ahogy elfogy, úgy nő is. Ja, mert nem férfi. Ja. Igen, mert nem férfi. A szénnel vannak bajok. Komoly bajok. Hát de most arra megy a gyűjtés, nem? Igen. Piros.
Hát fogy az, tehát hogy néha veszünk egy kis betont fából, amennyit enged. Unitink végül is van. Igazából akkor engedne többet venni, ha javítod a kereskedést, tudod, azzal, hogy trédelsz velük, vagy mit adományozol nekik. Na jó, de hát az is építőanyag, ami nincs. Ja. Az aranyat le kell finomítani. Ha a mikrochip gyártást nem is csináljuk meg, mert azt mondjuk, hogy kereskedelemből megoldjuk, az aranyat le kell finomítani. Ja. Atomreaktorral, az atomreaktort már réges-régen leépítettük és átépítettük gőzreaktorra. Beállandóan haltak tőle a lakosok. De most egyelőre a bejövő nyersanyagtól fog az függeni mindenhol, hogy egyáltalán lesz-e áram, feldolgozás, minden. Jaja. Én nem tudunk mit csinálni, meg kell várni, amíg az aranybányának összegyűlik. Mondjuk azzal tudunk segíteni, hogy az hogy építőanyagot... Hogy a lila építőanyagból kiengeded a cuccot. Addig mi kioldják, az két tára után is viszi. Utána vissza kell állítani, ne vihessenek, nem? Így van. Hát ha egyáltalán jön érte valaki. Hát... Azért idő, amire szerintem, amit éppen csinálnak munkát, azt nem fogják abba hagyni, csak utána gondolom. A prió úgy van. Prió egyen van egyébként a gyűjtés. Ja. De valószínűleg azzal, hogy őt tele kell hordaniuk, nem hordják ki. Akkor hagyjad, zárjad vissza. Most már nem mindegy. Viszont ha meg kell a lila, akkor meg... Legyen benne egy kis tarcsi, nem? Igen. Ja, megcsinálja, ez csak időkérdése. Ja. Jó, az azt mondja, hogy ha... Nincs szén. Nem, sok a víz. Akkor ott le kell pauzálni neki azt a farmnál, nem? Ja, a felét. Szerintem el is bontatnád ott azt a három talajmenti szivattyúját, nem? Mert úgyis arra főtelik a víz idővel, nem? Vagy tellett vissza valamennyi? Föltelik a víz, hogy érted ezt? Ja nem, a farmoknál volt az, ugye, ahol a kevés volt a víz. Itt a farmoknál volt a talajmenti víz kevés, de azt telik vissza. Akkor jó. Nem, az volt a mert baj, hogy a vissza a víz kifolyó résznél fölgyűlt a víz nagyon. És ha az kifogy valamikor... akkor jobb lesz. Aha. De egyedül ez a szén, de hát 10 darab piros hiányzik még a boldogságához. Hogy lehet a boldogságtól búcsút venni? Ja. Mi az, hogy hogy lehet? Hogy lehet a bocsát? Hát, magyarnak kell lenni. Kés, kuki, nyitsz. Az nem. Nem kell ahhoz. Ahhoz nem kell, hogy megszabdolják az embert, megszabdolnak pénzügyek. Na, fő van tőtve. Mert a pénz azt tudnivaló, hogy a magyar a világban csak élmények szerzésére van a pénz, semmi másra nem jó amúgy. Nem?
Az így van. Élmény, ha kajálhatsz, nem? Élmény, ha lakhatsz valahol. Jól érezni magad elvileg. Aha, az, arra van a pénz kitalálva. De nálunk arra van kitalálva a pénz, hogy sakban tartsanak vele. Azt nézem, hogy ez az olaj, ez sehogy nem lesz elég. Azt nem. A fúhajóval behordva. Nem. Tudod, minél több a gép, minél több az autó. Valószínűleg, ha nem 130 autód lenne, csak 30, akkor elég lenne, nem? Lehet. Na, odaért a hajó, megcsinálta a kolmányt. Akkor fölhúzom a szénbányászatot. Aha, menjen is. Menjen a busz! Ja, és akkor még kell szerezni még egy hajót is, mi? Négy per négy van. Elvileg ezeknél a tartályoknál is van egy szinten nagyobb, nem? Csak nem lett kikutatva. Biztos van, de... Még az az előző kutatási sorba volt elvileg a nagyobbak. Szerintem nem kell ezeknél a nagyon nagy tartályoknál nagyobb már. De lehetne belül még több szén. És egy nagy tartálykocsival fixen az olajat. És menj el a térképen, keressél valami hajóroncsot, amit fel tudsz gyógyítani. Megadom, kell hozzá. Valamelyik városba lehet venni szerintem. Az 50 piroska. Melyik város, arra nem emlékszek. 600 pirosér. Hát az 8 év. Mert máshol nem látok már ilyen javíthatót. Ja. Hát gondolom, hogy ha a hajó majd egyszer fejlődik, akkor még nyílnak föl dolgok, gondolom, ahol hajók vannak, tudod, javítható. Már hogy érted, hogyha fejlődik? Hát, hogyha jobb lesz rajta a fegyverzet, a páncélzat, majd a kutatással, akkor úgy voltak, hogy voltak így elhagyatott hajók, amiket aha, küldtél bele rezett vasat, és akkor ott meggyógyult, az jött vissza hozzád. Most nem, igazából mindenhogy. Azon morfondírozok, hogy menjek rá arra, hogy aranyat finomítunk, és vegyek chipet, abból szervert, és abból elindulhat a kutatás. Aha, az kéne. Mert most egyelőre állsz, nem tudsz mit csinálni. Vagy pedig várjam meg a pirosat,
Költsem el, vegyek egy hajót, hogy több, még több olajunk legyen, mert az üzemanyag el fog menni a lecsóba. Hát nem tudom, most csináld mind a kettőt szinkronba. Az nem fog menni, azt te is tudod. Nehéz az élet. Jaj. Hát ha már megépítetted a kikötőt, akkor már nyom már bele azt a 600 pirosat. És mit mondjak erre? Utána meg nekiállsz az aranynak, utána Jó. kész. Jó, hát ez csak a sorrend, ráérünk, nem? Ja. Most kell kijátszani magunkat, mert aztán nem lesz a héten. Ki tudja, mikor lesz a Captain of Industry. Szombat délután? Attól függ, mikor érek haza. Ez is igaz. Hát én szeretnék délelőtt jönni. Én gyorsan megcsom a melómat, mert tudom, mit kell csinálnom. De az a repülőtől is függ. Mondjuk hazastoppani Marokkóból szép lenne, az biztos. Nem lenne gyorsabb, mint repülővel, gondolom. Majd telcsizek, hogy ugorj már ki, értem, pala. Marokkóba? Mit szó? Aha, fizetem. Hát ez a szárazföldön el tudsz jönni. Kiugrasz, értem, kifizetem az üzemanyagot, mindent. Aha. És új nem autót tudom, is veszel? Miért? Hát, mert abba belehalna szerintem. Mi? Nem tudom, miért nem tudom, hány kilométer a Nem az a baj, hanem a sivatagi felkészítés az egy külön történet. Hát akkor viszont a kocsit le kell cserélni tevére, bazd. Aha. Az jobban bírja. Az üvegfeldolgozó a lassú. Adjunk neki boostot. Ne vacakoljunk. Van most egyelőre, úgyis Unity-d. Addig használni még nem lesz minuszos, nem? Igen. Abból meg elveszem a boostot, mert az most nem kell. Az üveg nem gyűlt föl. Kapcsolódó. Na, az jó. Akkor az viszont most nem használja úgy a szelet. Dehogy nem. Úgyhogy fel van telve. Az a baj, hogy hát ugye, ahogy az üveget elhasználjuk majd boosttal, ugye nyomja az iron meg a copper scrapet is, tehát fogja az enni a szenet, attól nem félek, de a szén most jó lett. Na, megnyugodtam. Most a tárolók gyűlnek föl. Úgyhogy a szén az most kezd javuló állapotokat na, mutatni. Tendenciát mutatni? Uh-huh. Értem. Ja, nem. A kikötő is fölépül. Csak egy jó kis teljes kávét. A kikötő fölépül, és akkor most jön az, hogy a pirosnak föl kell gyűlni. Na, azért küldhetném már egyszer a mutánoktól kávét, basszus. Mindig én csalom magamnak. Ugye? Uh-huh. Én nem voltam rest, én mennyire meghittalak, bazd meg. Vissza meg semmi, bazd meg. Hát milyen ember az ilyen? Mi a faszak az emberek ellensége van barátja, nem? Azt mondták mindig régen is. Hm? Az export útvonalat ennél meghatározhatom oda. Az biztos, hogy jövőre visszamegyek oda, ahol voltunk. Hát, az nem volt rossz hely. Nem csak azért, megkérdezem tőlük, hogy milyen kávéjukon inkább veszek tőlük, hallod? Magát tudod, a darálni való kávé. Aha, igen. És akkor lehet, hogy ugyanolyan ízű lesz itthon is, mint ott. Jövőre kávétanfolyamra megyünk. Ennyi. Jövőre kávétanfolyamra megyünk ki, hogy finom kávénk legyen. Így van. Üszkék lesznek magukra, el fogják árulni. Mondjuk lehetnek is.
Mert annyi kávét meg tudtunk inni, és nem tehetünk be vele. Igazából ihattunk van egész nap kávét, és nem kellett volna 4 napig semmit sennünk amúgy. Amúgy ja. De hát itt nagyjából 4 nap alatt pár szendvicset meg egy pizzát tettünk. Meg az Évinek a palacsintáját. Igen. Ja. Jó, hát azt már tudjuk, hogy jövőre nem viszünk magunkkal a palacsintát. Nem azért, mert rossz volt az Évi palacsintája. Nem, hát az az első, hogy amikor megyünk, beugrunk rögtön a boltba. Veszünk szendvicseket. Jó sok szendvicset, ennyi, az aznapra elég. Az első napra elég lesz az a 5 doboz szendvics, amit fejenként betolunk. 50 darab teljes kávé van. Így van, utána jön a pizza nap, utána elmegyünk tényleg abba a kajádába, amit mondta, hogy olyan hústálat adnak, hogy belepusztulsz. Az jó volt, az egy korrekt étterem volt, igen. Na oda. Na meg lett ezt. Megtanulunk kávét főzni. De jövőre nem 4 napra akarok menni, legalább 1 hétre, hallod. Olyan gyorsan elment a 4 nap. Igen. Anyám is ezt mondta a tavasziról. Azt nem tudom, mikor érdemes menni, májusba, vagy tényleg így már a nyár végén inkább. Mind a kettő jó volt. Az a helyzet, Akkor menni kell mind a kettőre, bazd meg, nem? Hát ennyi, egyszer így nyár elején, meg egyszer nyár végén. Figyelj, ez azon múlik, hogy milyen lesz az a tavaszunk. Tudom. Hát de figyeld, a Rosemary-ben már úgy mondjuk, hogy tudod a szokásos ja, a 202-es szobát szeretnénk. Így van, ne is adják ki senkinek. Nem bírjuk a változást. És igazából nekem nincs igényem arra, hogy közvetlenül ránézzen a tengerre a szoba. Nem, azt így a pityóka palacsinta. Milyen pityóka palacsinta te? Én nem tudom, mi az a pityóka palacsinta. Én se tudom, mi az. A pityóka az nem a pálinka? Pálinkás palacsinta, vagy mi a rossz sem? Hát tudod, elsőre furcsa barack pálinkával, de meg lehet szokni. Én nem tudom, a lekvárosa jó volt az Évinek, és nem volt benne pálinka. Meg a túrós is. A lekváros az volt, anyám lekvárja. Ja. A túrós meg a tehénnek a túrója hát volt, az túró. Azt nem gyártunk házilag, bocsi. Hát, pedig köpjük. Mind a vajat. Nem, a lekvár az úgy jött annak idején, hogy nem lehet a boltokba egy ehető lekvárt kapni. Anyám meg ugye, hát azért ő is Fehérvár mellől származik, szóval tud lekvárt főzni. Ja, majd küldesz képet, jó van. Hát tudod, most idén amit vettél, epret a csarnokba, vagy hol vetted a piacon, azt elraktam út erre kvárnak? A Jamnek raktál. A Jamnek, ja. A Jamnek rakta el, mert az eperlekvár az gyorsan romlik. Főleg, hogyha megeszed, mielőtt még... Nem, ha nincs, tehát, hogy tartósítószer nélkül az eper az egy ilyen durván romló cucc. Ja. Huginak csinált ilyen biolekvárt tartósító nélkül, de úgy, hogy azt még idén meg kell lennie, és most vitt el tegnap a lekvárokat. Anyu az úgy tudta csinálni a kertbe az eperre, hogy vesz fólia a kesztyűt, összenyomkodja kézzel, tudod, marokba. Tesz egy kis barnacukrot belekever, és akkor berakja a dobozba, és megy a fagyasztóba. Hát ez az. És eperkrém kanál a télen, amikor... Mert télen is lehet venni epret itthon, de az nem magyar, annak meg semmi íze nincs. Semmi íze. Az viszont az lehet, meg kell cukroznod. A téli eper az csoki fondűvel finom. Ja. Van neked olyan fondű készítőd? Az Évi berakott egyet nekem. Ilyen gyertyás. Ja, aha. Mert van az, amilyen, mint a szökőkútba, tudod, hogy fönyomja a csokit. Ja nem, a csoki szökőkútba annyi csokit kell belerakni, és annyi benne marad, hogy az pazarlás. De a fondőbe rakod a sajtot is? Abba lehet sajtot is. Sajt lesz. És akkor villára rászúrod mondjuk a kétszer sültet, és alányomod, aztán eszed, ennyi. Aha, és nézd, mennyivel kerül most a sajt? Aha, 6-7 ezer forint kilója, ami a fondőbe megy.
Hát a nem, mert a sima trapista sajtból is a 40 dekás valami 3000 forint. Igen, de trapista sajtból nem csinálsz fondit. Hozok valami folyadékot. Ennyi. Jó van.